Sziasztok, Görög Zita vagyok, 43 éves. Iszonyatosan boldog voltam, amikor a Puma felkért erre a generációs kampányra. Egyrészt azért, mert sokszor figyelemmel követem a fiatal modelleknek az életútját, vannak is kedvenceim, illetve amikor megtudtam, hogy Sütő Enikő a harmadik ember ebben a kis trióban, akkor azért is örültem, mert hogy vele nagyon nagy múltunk van. Én imádom, hogy elmosódtak az öltözkedésbeli határok, szeretem, hogy bármit viselhetek bármivel, és végre nem úgy működik, mint amikor én voltam fiatal 20 éves, hogy két bőröndöm volt, az egyiket New Yorkban hordtam, a másikat pedig Budapesten, mert féltem, hogy itthon megszólnak. Az, hogy az internettel, az Instagrammal, a Facebookkal sokkal nyitottabb lett a világ az én korosztályomnak is, illetve a tőlem idősebb korosztályok számára is, nagyon pozitívan élem meg. Egyrészt sokkal könnyebben át lehet adni azokat a bölcsességeket és élettapasztalatokat, amikkel már az ember gazdagodott az élete folyamán. Másrészt viszont nagyon érdekes azt látni, hogy a fiatalok most miben vannak, és ha a saját gyerekeimet nézem, akkor azokat nagyon gyorsan korrigálni és levagdosni azokat a vadhajtásokat, hogy ne essenek bele ugyanazokba a hibákba, vagy csak ha nagyon muszáj, nyilván mindenkinek van egy saját sorsa, ezt nem vehetem el még a gyerekeimtől sem, de így sokkal pontosabban tudok irányt mutatni, adni, hogyha én is figyelemmel követem nem csak a saját, hanem akár a fiatalabb, akár az idősebb generációnak a gondolatait és az életét. Én abszolút sneakeres csaj vagyok, tehát egyrészt megkönnyítem a reggeleimet, amikor a gyerekeket iskolába, óvodába szórom szét, másrészt iszonyatosan kényelmesek, nagyon jól néznek ki, mindennel lehet hordani, össze lehet párosítani, akár tüllel, akár kötöttel, tehát én szeretem ezeket variálni, szeretem azt a fajta öltözködést, amikor nőies, de azért laza, és van benne valami kis csavar, és ebben tökéletes társak ezek a cipők.